Kiemelkedően indult az év az új lakások piacán, a megyei jogú városokban az átlagos kínálati négyzetméterár pedig 21%-os emelkedést is mutat. Vendégünk a stúdióban Víg József, a Magyar Építészkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát ez egy örvendetes hír tulajdonképpen, de számos vetülete van, amit érdemes most kicsit kiveséznünk. Az előző beszélgetésből kiderült, ugye, hogy akár a gépjármű kereskedelemre és forgalomra is jelentős kihatással van az építőipar mostani. Igen, ezt örömmel is hallgattam, hogy a gépjármű kereskedőknek sem mindegy, hogy hogy áll az építőipar sorsa. Úgyhogy hát tervezésbe, kivitelezésbe egyaránt most már több évnyi tapasztalat és egyfajta ilyen túlfeszített igénybevétel az, amire vissza tudunk tekinteni, és igazából nem látjuk egyenlőre ennek a végét, maximum abban, hogy a projekteket tervezők számára 2019. december 31-ig érvényes egyértelműen az 5%-os áfa fizetési kötelezettség, ami lényegesen kedvezőbbé tette a készlakásvásárlásokat, inkább a társasházak világába, illetve hát létezik a csok és egyebek, és jelenleg a elérhető sajtóanyagok alapján a projektek zárási dátuma 2019. negyedik negyedév leginkább. És mit jelent ez az építőipar számára, illetve a vásárlók, a lakást vásárlók számára? A normál és ezt megelőző időszakban, ugye, és általában Magyarországon ma 27%-os áfa a jellemző. Itt, ha valaki lakásépítőként piacra épít lakásokat, ez azt jelenti, hogy a vételár szempontjából ma egy számlán az 5%-os áfa szerepel. Igaz, hogy a rossz nyelvek azt mondják, hogy ilyenkor azt a megtakarítást, azt a 20%-ot, azt a tüzép, vagy hát most az építőanyagkereskedők, a kivitelezők, mindenki akar ebből részesülni, ha az állam segíti ezt az egészet. Ettől függetlenül nyilván mértékadó hányada azért ott marad a lakásvásárlóknál, úgyhogy az árak elvileg kedvezőbbek, jóval kedvezőbbek, tehát 20%-os nagyságrenddel, ha úgy tetszik, az 5%-os áfa világában olcsóbban lehet lakást vásárolni, mintha ez nem lenne, vagy ha ez véget érne, éppen a neten készülődve erre a mai beszélgetés, egy jó pufa kis megjegyzést olvastam, hogy 2019 szilveszterén, akinek pekhe van, és mondjuk lekötött lakása van, és mégse sikerült a kivitelezőjének, vagy a ingatlan fejlesztőnek befejezni azt a projektet, és a mai ígéretek szerint nem megy tovább az 5% áfa, akkor januárban 20%-ot meghaladóan magasabb számlán kapja meg azt az ingatlan árat, amit mondjuk 10 vagy 20, 10 millióért sok minden van, alig kapunk, mondjuk 20 vagy 25 millióért számláznak neki, azon nem mindegy, hogy 5% áfa kerül egy nettó összegre, vagy ismét visszatér a 27%-os áfa. Azért az építkezésnél én legalábbis két alapszabályt azonnal megtanultam már 20-30 évvel ezelőtt. Nem lesz kész arra a határidőre, és nem fog annyiból kijönni, amennyit terveztem. Mennyi az esély arra, hogy itt a határidőket tudja tartani az építőipar, hiszen iszonyatos a leterheltség és a munkaerő hiány? Így van, jó ideje beszélünk erről a problémáról, és igazából az építőipar kiterheltsége már a tervezésnél elkezdődik, hiszen a tervezői kapacitások is korlátozottá váltak. Igaz, hogy és ráadásul nem csak lakásépítésről szól azért a építés világa, tehát itt az ország és a gazdaság erőteljesen halad az uniós pénzek felhasználásával is. Ettől kezdve ez a több szegmens, amit megelőzően viszont néhány éves, hát gazdasági válságon is túl kellett legyünk 2010 utáni néhány évünkbe, ezt úgy a tervezők, mint a kivitelezők világa megsínlette, nagyon sokan tönkrementek, abba hagyták, elmentek, így igaz, és utána viszont egy meghatványozottan nagyobb igénybevétel jelent meg minden kategóriában, amire egy erősen meggyengült építőipar hát kellett felkészüljön. Nyilván feljövőbe és erősödőbe van itt a tervezés és a kivitelezés világa is, de azért nagyon sokan vannak külföldön, és a szakma krémje, legyünk őszinték, nem az itteni gazdasági életünket erősíti ebből a szempontból, tehát
nagy elszívó hatása volt, bár most már valamiféle visszarendeződések is elindultak az optimistábbak szerint, ettől függetlenül a kapacitások, a megnövekedett feladatokra elégtelenek tervezésbe, kivitelezésbe, és a megrendelőknek többet kell várni, türelmesebben kell, ha jobb szakembert, megbízhatóbb referenciájú tervezőt, kivitelezőt akar találni, várnia kell hónapokat, fél évet, stb. Tehát ezt, aki ezen elkezdett már gondolkodni, vagy netán csak egy egyszerű mestert keres a lakásához, hát hetekig, hónapig, két hónapig se biztos, hogy egy megnyugtató megoldásig eljut. Mesternek magát mondó kísérletezőkkel lehet találkozni, de azért a jó mestert azt ki kell várni. Mondhatjuk akkor, hogy csúcsra járatás van, de ha csúnyán akarok fogalmazni, bolondokháza is tapasztalható az építőipar területén. Mikorra várható, hogy ez lecseng, vagy mikor tud rendeződni? Egyáltalán egy ilyen túlhajtott, túlfeszített állapotban hogyan tud a jövőre felkészülni, és úgy átrendeződni ez az ágazat, hogy a képzésre odafigyelni, az utánpótlásra, a kinevelésre és egy minőségi munkára? Én jelenleg sajnos azt kell mondjam, hogy az a fajta kiegyensúlyozott tervezhetőség és előre tekintés, ami talán az éve, én a 50-es éveim vége fele járok, és 35 évet talán már dolgoztam a szakmában. Léteztek olyan idők az életemben, amikor tudatosabban, bölcsebben és nyugodtabban lehetett egy-két-három évekre is tervezni és jövőt építeni. Ma ettől sokkal dinamikusabb, gyorsabb, általában véve is mindenkinek az élete, és ez a mi világunkban is azt jelenti, hogy egy tervező iroda nagyon sokszor csak néhány hónapig, ha ellát munkaellátottságba. De azért megjönnek azok az egyébként akkor is túlfeszített megrendelések, amik, de aztán vannak persze olyan munkatípusok, amiknek az átfutás ideje hosszabb, fél évig, évig is eltart, település, rendezési tervek is ez a világ, ott jóval másabb a tervezhetőség. És hát a kivitelezőknél is, tehát az, hogy létszámot fejleszteni, és nagyobb, még nagyobbá válni, befektetni gépi eszközökre, embereket veszek fel, és azokat meg akarom tartani, ezek nagyon nehéz feladatok manapság, akár a szellemi szolgáltatás, akár a kivitelezés világában, mindenhol rengeteg panaszt és a cégvezető kollégáknak rengeteg ilyen típusú gondját hallom, vagy mondom magam is, úgyhogy cégeket, csapatokat, jó csapatokat együtt tartani, vagy nevelni, ez borzasztóan nehéz feladat manapság. Mennyire szabadulnak el az árak? Vagy mi az, ami várható? Meddig tud ez még elmenni? És egyáltalán mi az, ami megfizethető a lakosság számára, hiszen lakásokról beszélünk? Igen, itt az ország különböző részei nagyságrend szempontjából a városok mérete, léptéke között is mértékadó különbségeket lehet tapasztalni, tehát azért mondjuk a lakásépítés világában Budapest és a pesti agglomeráció viszi a prímet, utána megyei szintű, megyei jogú városok következnek, és valójában ezt követően jönnek egyéb már a konjunktúrában, vagy ilyenféle építési dominancia, vagy dinamikában már kevésbé hát ilyen erős települések. Nagyon érdekes látni most, amit olvasgattam nem régen, hogy a lakásszámnak körülbelül az 50%-a az egyedi, tehát egy családi ház gyakorlatilag az egyedi lakás, a másik 50%-a a lakásszámnak, és ez az oldal növekszik egyébként, tehát visszahúzódóban van a magán lakás, családi házas építési trend, és a piacra épülő társasházak lakás száma növekszik. Ez egyébként országos trendként is igaz. Hát még egy nagyon érdekes dolog, hogy a építési engedélyezésre benyújtott ügyek és lakások száma nagyságrendekkel nagyobb, mint mondjuk időarányosan az egyébként megszülető lakásoknak a száma. Ez a trend, ez csillapodóban van egyébként, tehát azért úgy tűnik, hogy a fizetőképes kereslet, annak ellenére, hogy nagyon kedvező kamatokkal, szinte nullához közelítő kamatokkal lehet a finanszírozást megoldani, és ismét erősödik a hitelfelvételi kedv és bizalom a magyar emberekbe. Most éppen a bankvilág már megint azzal foglalkozik, hogy az MNB milyen szinten próbálja egy kicsit azt a fajta gondosságot, bölcsességet nyújtani az embereknek, hogy a hitelfelvétellel voltak már itt azért nehéz idők a magyar. Nem árt az óvatosság. Igen, és hogy ezt ebből újra valamit vissza kell csempészni. Mindenesetre a keresletet jelentősen segítik az olcsó hitelek.
Az árak növekedésének tendenciája lassul az én általam látott anyagok alapján, tehát valahol a fizetőképes kereslet ennek ellenére is kimerülőbbe kezd lenni, és a növekedés vagy a drágulás üteme 19-ben a korábbi időszak talán tavaly 10%-os a tavalyi évről, nem tudom, időarányosan egy 10%-os áremelkedés volt prognosztizálva, jövő évre már inkább 5-től 10-ig, tehát egy csillapodó áremelkedés várható, és talán valahol észszerűen beáll az egész rendszer. Végig József, köszönjük, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Én is nagyon szépen köszönöm.